Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat az aktuális című műsorunkban, és a vonal túlsó végén lent Nert Csabát, közgazdászt, egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Magyar gazdasággal kapcsolatban lennének kérdéseim, és az első az lenne, hogy a fizetésekhez viszonyított vásárló erőparitásban Románia megelőzött bennünket. Mit jelent ez a szám, mennyire fontos szám, és milyen jelentősége van ennek a gazdaságunkat tekintve? Na, én a 2010-19-es időszakban mértem a közép-európai országoknak a egyfőre jutó GDP vásárló erő paritásait a Európai Unió 28 tagországának átlagában, akkor még 28 tagja volt az Európai Uniónak, és már akkor 2010-19 között azt állapítottam meg, hogy Romániának a fejlődése GDP vásárlóerő paritáson egyfőre jutva dinamikusan növekszik. Tehát 2010-19 az egy békebeli időszak volt, korszak volt. Románia 2010-ben még 5,9%-on állt az egyfőre jutó GDP erő, GDP vásárlóerő paritáson, ez EU átlaghoz viszonyítva. Ez 2019-re 69,2%-ra emelkedett meg. Tehát ez egy 20%-os emelkedés. Ezzel szemben Magyarország, amely 65,1%-on állt 2010-ben, 2019-re 72,7%-ra tudott fölvenni. Ez már csak egy olyan jó 15%-os emelkedés. Tehát én azt állítom bázis adatok alapján, hogy Romániának a fejlődése egy nagyon kedvező gazdasági időszakban az előző évtizedben gyorsabb volt, mint Magyarországé, és hát jelentősen megközelítette Románia fejlettsége a magyarét. Na most itt van 2020-21-22-23, és sajnos azt tapasztalható, hogy Romániának a gazdasági potenciálja, a gazdasági fejlődése nem torpant meg annyira, mint Magyarországé. Na most ez nem feltétlenül a magyar kormányra, vagy a Magyar Nemzeti Bankra vezethető vissza, hogy a románok gyorsabban fejlődnek, hanem bizonyos externális külső hatások a román gazdaságot kevésbé érintik, mint a magyart, és hát Románia ennek következtében gyorsabban tudott fejlődni. Most az, hogy 1,2%-kal jelenleg 2023-as adatok alapján Románia megelőzte volna Magyarországot, ezt ma még vitatják, tehát ez egy berobbant szám, amit én azt gondolom, hogy a magyar közgazdásztársadalom még nem tudott körültekintően elemezni. Én azt vélelmezem, azt állítom csak mindössze a legfrissebb adatok alapján, hogy hát Románia lényegében beírte Magyarországot. Na most az, hogy mennyivel előzi meg, hát ez még jelenleg vita tárgyát képezi. Vannak olyan megközelítések kormánypárti kutatóintézet részéről, hogy ez nem igaz, tehát hogy nem következett be. Én szeretném ezeket az adatokat még ellenőrizni, és utána felelősen nyilatkozni. Egy a lényeg, hogy Magyarországnak a elkövetkezendő időszakban el kell kapcsolni. Tehát a gazdaságpolitikának a hatékonyságát növelni kell, mert bizony előfordulhat az, hogy a térségben Magyarország leszakad. És ugye egy kérdés az, hogy mit mutatnak ezek a számok, akár a GDP, akár az inflációs adatok, és hogy mit éreznek maguk az emberek, és az Ipsosnak jött ki egy felmérése, miszerint egyre pesszimistábbak a magyarok, mondjuk most ezt meg lehetne jegyezni kicsit cinikusan, hogy ez nem csoda, hiszen rólunk sokan mondják, hogy pesszimisták vagyunk úgy alapjáraton is, de 5-ből 4 magyar szerint rossz a gazdasági helyzet, vagy rossz irányba halad az ország. Mennyire megalapozott ez a fajta érzet az emberekben, mert nyilván egy része az érzet, más része az, hogy mi történik, mik a tények. Hát az a helyzet, hogy az emberek úgy unblock mit gondolnak, 9,5 millió ember Magyarország hivatalos lakossága. Én nem gondolom, hogy mind a 9,5 millió ember úgy gondolná, hogy kilátástalan a gazdasági helyzet. Vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek az elmúlt időszakban jelentősen tudták emelni, fokozni a fizetőképes keresetüket, tehát a fizetéseiket, a támogatásaikat jelentősen tudták fejleszteni. Új lakás építésbe kezdtek, új autókat vásároltak. Tehát vannak ilyen családok is, vannak ilyen társadalmi rétegek is. Tehát a
Hogyha a jövedelmi kategóriákat Magyarországon 1-10 decilisekbe osztjuk be, hát kétségtelen, hogy vannak a legszegényebbek, nyilvánvaló esetükben szignifikáns jövedelemgyarapodás nem következett be. Én azt gondolom, hogy a középosztály és a feletti társadalmi rétegek tudták okozni a jövedelmeiket. Tehát, hogy együttetően Magyarországra az, hogy a lakossága pessimista lenne, összességében nem mondanám el, csak azt vélelmezem sajnos, hogy a leszakadó társadalmi rétegeknek az aránya, a létszáma az emelkedett az elmúlt időszakban, hiába tett meg a kormány minden szociális támogatási oldalon. Hát sajnos a COVID-19-es járvány, az orosz-ukrán háborúnak a gazdasági hatásai, a közel 40%-ra emelkedő éves infláció azonban következményekkel járt, akárhogy is nézzük, csökkent a lakosságnak a vásárló értéke, és hát azon vagyunk, hogy csökkentsük az inflációt, közben tovább emeljük a fizetéseket, így hát helyreálljon az az optimista érzet a társadalom nagyobb rétegeinél is, amely kívánatos lenne. És ha már itt tartunk, és említette a Covidot, illetve a háborút is, Orbán Viktor nemrégiben a szokásos rádió interjújában arról beszélt, hogy háborús felárat fizetünk bizonyos termékeken, és ugye itt az infláció kérdés egyébként régóta kérdés Magyarországon, most úgy tűnik, hogy sikerül valamennyire ezt mérsékelni, bár látom, hogy ezzel kapcsolatban is vannak pessimista előrejelzések, hogy ez nem tart olyan sokáig, de vissza a kagyarodva itt a háborús felárhoz és ehhez a kérdéskörhöz, illetve még akár a Covidhoz is viszonyulhatunk e tekintetben. Hogyan látja, hogy Magyarország, az látszik, hogy a gazdaság megsínlette ezt a két válságot, viszont lehetett volna ügyesebbnek lenni, és valahogy kivédekezni ezeket a hatásokat? Hát én amúgy évek elteltével látom a mögöttünk lévő időszakot, azt kell mondjam, hogy nem nagyon volt lehetőség. Magyarországnak a földrajzi helyzete, geopolitikai elhelyezkedése, politikai orientációja 2010 óta vitt sikeres állampénzügyi gyakorlat, a magyar kormánynak a külgazdasági stratégia váltása, a külső piacoknak a diverzifikálása tulajdonképpen, hát azt húzta, azt eredményezte, hogy 2010-19 között volt egy fejlődési időszakunk. Na most ez a politika, ez a gyakorlat a említett két fő válságot okozó tényező miatt, a járvány és a háború véget, csereket szenvedett el. Tehát a befektetési területek megváltoztak, az Európai Unióval a kapcsolataink ez idáig nem túl jól alakultak, egy ilyen másodrangú rendő tagországként kezel bennünket az Európai Unió, akadoznak az Európai Unióból nekünk gyorsan járó felzárkózási pénzek, miközben az Európai Uniótól igényelt újjáépítési és reziliencia alaptól kért támogatási és hitelkeretek még sehol nincsenek, tehát több mint két tucat mérföldkő választ el bennünket attól, hogy nekünk ezeket a támogatásokat, illetve hitelt megítéljék. Én azt gondolom, hogy egy politikának, amit 2010 óta alkalmaz a Fidesz polgári szövetség, annak vannak előnyei, de úgy tűnik, hogy a brüsszeli szövetségeseink próbálnak ezeken a politikai, társadalmi, gazdasági intézkedéseken fogást találni, és nem tudhat a magyar gazdaság úgy felpörögni, különösen a visszatartott fejlesztési források nélkül, ahogy azt elvárhatnánk. Ugye, fölmerült a Románia kérdése, Romániának nincsenek olyan politikai vitái Brüsszelvel, mint Magyarországnak, tehát oda mennek a pénzek, meg más közép-európai országokba is jobban mennek a pénzek, és hát ennek az a következménye, hogy Magyarországon alapvető fejlesztések, alapvető beruházások elmaradnak. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy a magyar társadalom politika alapvetően nem Brüsszelre reflektál, hanem a magyar állampolgároknak, a választóknak az igényeire. És ez a társadalmi akarat, ami idáig a választásokon a
Fidesz felé megnyilvánult, és ez a Fidesz tulajdonképpen érvényesíti, következetesen végig is akarja vinni, ez a brüsszeli elvárásokkal, a brüsszeli igényekkel nem egyezik, és emléket politikai társadalmi okok véget a gazdasági fejlődésünket visszafogják. Természetesen, hogy miért vannak Magyarországon a GDP-vel problémák, miért emelkedik drasztikusan a költségvetési hiány, nagyon sok tényezőtől függ, de azt nem esíteni kell, hogy a költségvetési hiány azért emelkedik drasztikusan Magyarországon, mert a kormány annak ellenére, hogy Brüsszeltől nem kapjuk a pénzeket, beruházásokat elindított, nemzeti költségvetési forrásból finanszírozza ezeket a beruházásokat, amelyek a költségvetésen értelemszerűen lyukat ütnek. Hát ezért van az, hogy nem tudjuk tartani a költségvetési előirányzatokat. Én remélem, bízom azért abban, hogy egyszer ezek a pénzek majd beérkeznek, de hát bizony, ahogy múlnak a hónapok, nekünk egyre nagyobbak a veszteségeink, és azt is el kell mondani, hogy ugye az inflációt, ami 12 hónap alatt közel 40%-ra felugrott, mi tudtuk csökkenteni, és már a tolerancia sávon belül van a magyar inflációs adat, azonban itt is újabb veszélyek jelentek meg, ilyen a növekvő költségvetési hiány, aminek mindig is inflatórikus hatásai voltak és lesznek is a jövőben. Ilyen problémának érzem a 3D inflációt, azaz az inflációt most már alapvetően nem eddig megszokottak szerint elemezzük, hanem azt mondjuk, hogy a demográfiai, a deglobalizációs, meg a dekarbonizációs trendek problémát okozhatnak a magyar gazdaságban, és ez visszavetheti a gazdaságnak a fejlődését, a mozgásterét. Ugyanakkor azt is lényegesnek tartom, hogy a jelenleg a magyar lakosságnak az inflációs várakozásai, tehát amit ugye a lakosság remél az inflációtól, konkrét számításaink alapján ez ugye a 6-8%-osában van, tényleges infláció az lényegesen kisebb, tehát ennek az egyharmada mindössze. És ha itt tartunk, akkor egy picit hadd kérdezzem már a spárbotrányról is, mert ez szerintem egy szimbolikus történet is a magyar gazdaságnak a helyzetét, vagy Magyarország mozgás terét tekintve, és azok kedvéért, akik mondjuk kimaradtak ebből az egészből, csak egy pár szóban a konfliktusnak a fő okát segítene megvilágítani, már csak azért is kérem öntől ezt, mert a sajtóból, vagy a cikkekből ugye különböző álláspontokat lehet kiolvasni, és kicsit az az érzés az embernek, hogy csak a lényegről nincs szó. Hát igen, pontosan a lényeg, magam is exponáltam magam az elmúlt hónapokban, különböző országos médiában nyilatkoztam a spár kapcsán, azonban most is előre bocsátom azt, hogy én alapvetően egy nemzetközi kereskedelmi üzletláncnak a ténykedését úgy tudom értékelni, hogy Magyarországon közteherviselés van, és ennek a közteherviselési igénynek, ami alaptörvényben is rögzített, mind a hazai kisvállalatoknak, mind a nemzetközi vállalatoknak eleget kell tenni, tehát az államnak a működéséhez azokra van szüksége, az államnak a különböző szociális támogatások, humán erőforrás rendszerek, kórházak, iskolák finanszírozásához ugyancsak pénzre van szüksége. Na most az állam ezeket a forrásokat adóból teremti elő. Igenis, én azt mondom, hogy adót kell fizetni Magyarországon, én is fizetek adót, személyi jövedelem adót, mondom, ő is fizet személyi jövedelem adót, tehát hogy van az, vagy hogy képzelje ezt a spár, hogy 1000 milliárdos nagyságrendű árbevételt ér el, és akkor tendenciózusan én 2021-től 2022-re vonatkozóan is le tudtam kérni a ottán adatbázisból a édes beszámoló adatait a spárnak, és hát azt láttam, hogy úgy 2021-ben nettó 664 milliárdos árbevételt ír el a spár, 664 milliárdot, és társasági nyereségadót befizet 102 millió. Ez egy hétvégi kasszának az összeg, egy hosszú hétvégén többszörös árbevételt ér el a spár. 2022-re pedig hát veszteségbe fut a spár, 15%-kal növeli a nettó árbevételét, 766 milliárdot ér el, és akkor veszteséget mutat ki.
A 2023-ra ezek még félhivatalos adatok, mert május 31-ig kell a mérleget leadni, és úgy látom nem is adta le még, és már nem találtam meg, hogy leadta volna a cégadatbázisokban. 1023 milliárd forintos nettó árbevételt ér el 2023-ban. Hát hogy képzeli azt a Spár, hogy minimális társasági jelenségadót fizet, még nem fizet társasági jelenségadót egyáltalán, hogy a veszteséget mutatja, akkor nem kell fizetni jelenségadót, hogy így adófizetés nélkül a magyarországi jelenlétet megúszza. Na most itt tendenciózusan azt hangzik el a Spár kommunikációjában, hogy hát Magyarországon nem lehet gazdálkodni. Ugyanakkor a botrány keletkeztetése óta, ami a Spár vezérigazgató nevéhez fűződik a osztrák Spárnak, Spár összleiknek a vezérigazgatójának a nevéhez fűződik, mert a magyarországi Spár leányvállalat az osztrákhoz tartozik. Hát ő bedob ilyen politikai támadásokat, kvázi leplezni, igyekszik azt, hogy miért veszteséges a Spár. És akkor ugye a magyar kormány, nem csak a Spárnál van ez a probléma, hogy nyereség adó alapjuk pozitív nincsen, más is ez megtapasztalható, és akkor adófizetés nélkül megúszták. Most a kormány erre találta ki a extra profit adót, és hát igen, 4,1, majd 4,5%-os nettó árbevétel arányos extra profit adót kell fizetni a Spárnak 100 milliárd forint fölötti nettó árbevétele után. Tehát ez azt jelenti, hogy megúszza a Spár a társasági nyereségadót, hát akkor már teljes adófizetés ne ússza meg, tehát ne mentesüljön teljesen az adófizetés alól, és akkor bejön az extra profit adó. Na most mi ezzel a probléma? Tehát ez hogy képzelte, hogy gondolta a Spár, hogy itt van Magyarországon busás jövedelemre teszelt, és nekem meggyőződésem, hogy ezek a szerény vagy veszteséges nyereségadó alapok nem is reálisak, tehát ez nekem nagyon nem stimmel, hogy egy cég Magyarországon több mint 1000 milliárd forintos árbevételt ér el, és nincs neki haszna. Tehát ez elképzelhetetlen számomra, és még egy szerény ilyen profitadót se tudjon megfizetni, amit a magyar kormány a válságos évek alatt vetett ki a kereskedelmi üzletláncokra, a légiforgalomra, tehát minden olyan üzletágra, amely Magyarországon jól jövedelmező. Tehát mióta a világ, a kereskedelem az mindig nyereséges volt. Tehát a kereskedők, a bankok éltek meg mindig a legjobban, és akkor a Spár Magyarország Kft. Azt állítja, hogy neki nincsen nyeresége. Hát az élelmiszer infláció az elmúlt években a legmagasabb olyan 60-80%-os infláció volt. Hát a Spár élen járt a hatósági árszabályozásnak is a megkerülésében, tehát a kormány hiába rendelt el a tejre, a 2,8-as tejre, a hatósági árat, a cukorra, a pistálycukorra, hát készlet hiány volt ezekből a tételekből, a porcukrot, a 1,5%-os tejet, meg a tejterméket, meg 80-100%-kal megemelte, és neki ezen nem volt haszna, tehát ez nonsens, amit a Spár árít a gazdálkodásával kapcsolatban, illetve hogy a magyar adók tönkretennék a működését. Megcsinált a felhajtást, úgymond a Spárnak a osztrák elnöke, és akkor utána pedig ilyen póker arccal bejelentik, de hogy mégsem mennek el Magyarországról. Tehát még egyszer mondom, 2022-ről 2023-ra számolok gyorsan, 280 milliárd forinttal több nettó árbevételt értek el. Tehát az én számomra úgy tűnik, hogy ez a biznisz jól megy a Spárnak, csak adót nem akart fizetni. De én remélem, hogy helyreállnak a normál állapotok, lenyugszanak a kedélyek, és akkor a Spár is beáll a sorba, és akkor megfizeti az adókat a magyar költségvetés számára, amiből nyugdíjakat, szociálpolitikai támogatásokat, vállalati támogatásokat, önkormányzati működéshez normatívákat tud majd biztosítani a magyar költségvetés. A Spár marad ugyan, de ugye az Európai Bizottság felé panasszal élt, úgymond most így kicsit szlengesítve felnyomta Magyarországot az Európai Bizottságnál, és vizsgálják is a panaszt itt az extra profit adó miatt, vagy külön adó miatt, hogy mennyire jogos Magyarország részéről az, hogy ilyet vetett ki. Tehát ennek a történetnek azért még közel sincs vége. Hát az a helyzet, hogy megtörtént a feljelentés, de ez egy újabb feljelentés. Ebben a táliban a Spár, illetve más nemzetközi
érdekeltségek már feljelentették Magyarországot, az extra profit adó véget, ez egy éve, másfél éve volt, ha jól emlékszem, ez akkor az Európai Bizottság ezzel értemben elfoglalkozott, tehát Magyarországnak adott igazat. Én azt gondolom, hogy egy ország, hogyha gazdaságilag, politikailag önálló, akkor joga van ahhoz, hogy az adópolitikáján keresztül annak a mértékén, módját változtatva, alakítva maga határozza meg azt, hogy az állam működéséhez szükséges bevételekre hogyan, milyen formában tesz szert. 2020-21-22-23-ban magyar költségvetésből jelentős támogatások mentek ki, iparfejlesztésre ágazati bértámogatások voltak, és működött a oktatási rendszer, működnek a kórházak, az egészségügyi ellátó rendszer többnyire működik. És hát ez azt kell, hogy jelentsek, hogy hát adóbevételekre folyamatosan szükség van. Na most az, hogy a rendszeren belül egy vállalat hogyan látja magyar adópolitikát, én azt gondolom, hogy ezt a Spár vezetőjének a magyar kormánnyal kellett volna közvetlen módon elintézni, megbeszélni, nem pedig egyszerre ugyanabban a tárgyban egy első sikertelen próbálkozást követően még egy följelentést kellett volna tenni. Tehát ez most már múlt időben, múltról beszélek, ezek a dolgok, események elmúltak, és hát én abban bízom, hogy mint ahogy a pénzügyi szektor, mint ahogy az autógyártók is beállnak a sorba, és hát azokat az elvárásokat, amelyeket a befogadó ország velük szembe támasztat, a Spár is egy jó adófizetője lesz a magyar költségvetésnek, és a léten nyomon így békát nem kiabál a kormányra, tehát lenyugszanak a kedélyek. Én azt gondolom, a Spárnak is, meg a magyar kormánynak is ez az érdeke. Nagyon szépen köszönöm, Lentner Csaba volt a vendégünk, közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára. Köszönöm szépen, viszontlátásra!